Szeretettel köszöntelek benneteket! Ebben a videóban egy különleges könyvet Visvaguru Mahamandalesvár Paramhans Swami Maheshwarananda Yoga Hátfájás ellen című könyvét mutatjuk be, amely tematikusan összeállított gyakorlatokat tartalmaz a hátfájás megelőzésére, vagy ha az már kialakult, megszüntetésére. Ez a jóga könyv egy korszerű és hasznos vezérfonal és szakirodalom a mai kor gyakori panaszának, a hátfájásnak a leküzdéséhez, és kiválóan alkalmazható a gyógyításban. A jóga a mindennapi életben rendszer e könyvben részletezett gyakorlatai célirányosan kiegyenlítik az izomegyensúly zavarát, erősítik a meggyengült izmokat, illetve lazítják és nyújtják azokat, amelyek megrövidültek. Az itt leírt gyakorlórendszer értékes segítséget nyújt a szakembereknek, például jogoktatóknak, általános orvosoknak, ortopéd szakorvosoknak, gyógytornászoknak. Azoknak, akik a megelőzésben dolgoznak, és mindazoknak, akik krónikus civilizációs betegségek következményeitől szenvednek, illetve szeretnék megelőzni azok kialakulását. Mivel a könyv tudományos alapossággal és igényességgel tárgyalja a hátfájás kialakulásának okait. A könyv az első részben a törzs és a gerinc anatómiáját ismerteti, ezt követően a hát- és gerincfájás gyakori okait. Részletesen tárgyalja a helyes és helytelen testtartásokat álló, ülő és fekvő helyzetben, az előrehajlás, emelés, súlyhordás kérdéskörét, valamint a sportterhelések hatásait. Ezután a könyv röviden ismerteti a jóga gyakorlás elméleti alapjait, majd egy 8 szintből álló gyakorlatsort mutat be, a könnyebbektől kezdve és fokozatosan haladva a nehezebbek felé. A gyakorlatokat szakorvosok és fizikoterápiás szakemberek segítségével állították össze, ötözve a klasszikus jóga évezredes tapasztalatait a jelenkor tudományos ismereteivel. A 8 szint részletes tárgyalását követően egy különleges résszel zárul a könyv, amelynek a címe Gyakorlatok széken ülve. Ezt a gyakorlatsort olyan mozdulatokból és testhelyzetekből állították össze, amelyeket akár a munkahelyünkön is végezhetünk, vagy amelyeket azok is gond nélkül végezhetnek, akiknek nehezükre esik lefeküdni a talajra. A jógával sok évtizeddel ezelőtt találkoztam, és akkor még nem merült föl az az igény, hogy kifejezetten hátfájás ellen legyenek jóga gyakorlatok, hiszen a jóga komplex rendszerében a gerincet, a hátat erősítő, lazító, nyújtó gyakorlatok, ászanák, jóga gyakorlatok, testtartások nagyon nagy mértékben szerepelnek. Ez tulajdonképpen az ülő életmód, a modern kor, a felgyorsult élet, a gépesítés, a számítógép előtt való sok órás üldögélés hívta elő, illetve az, hogy ha megváltozik valakinek az általánostól való egészségi állapota, gerincet tekintve, volt egy műtéte például, akkor, és szeretne jógázni, akkor milyen gyakorlatokat végezhet? Hiszen a könyvben vannak műtét utáni gyakorlatok, amelyeket biztonsággal lehet gyakorolni, vagy például aki sportolt, és volt egy műtéte, akkor az egy nagy változás, hogy most hirtelen nem csinálhat semmit, lehet, hogy csak a lába törött el, de akkor most nagyon sok mindentől eltiltott egyáltalán a mozgástól, ami neki mindennapi kenyere volt, sőt, mindennapi lélegzetvétele volt. És ezek a gyakorlatok, amik hátfájás ellen, ugye a jóga gyakorlatok hátfájás ellen című könyvben vannak, erre is adnak lehetőséget. Azok a jógázók, akik pedig éppen olyan állapotba kerültek valami miatt, hogy nem tudják a szokásos ászanáikat végezni, jóga gyakorlataikat végezni, arra is lehet megoldás, ez a hátfájás elleni könyv, hiszen ez olyan alapoktól épül, hogy a gerincet nagyon egyszerűen csavarja, nyújtja, forgató mozgást végez, és egy felépített rendszere van, elsőtől a 8. szintig. Arra törekszik, ugyanúgy, mint minden, vagy a legtöbb autentikus jógarendszer, jógakönyv a leírásaiban,
hogy a komplexitásában jelenjék meg a jóga a gyakorlás folytán, így ismerkedjen meg vele a hallgató, az olvasó, vagyis legyen benne testgyakorlás, légzőgyakorlat, lazítás, amely mind-mind nagyon fontos része a jógának. Hátfájás elleni könyvben vannak sokkal egyszerűbb gyakorlatok, mint amit milyen klasszikus, az átlagember által elképzelt jóga gyakorlat, hogy mondjuk a kobra tartása, vagy a skorpió, ami ugye hasonfekve fölemeli a lábat egészen a fejtetőig. Tehát ilyenek nincsenek benne, viszont vannak sokkal egyszerűbb gyakorlatok. Hanyatfekvésben nyújtózás egyik karral, ellentétes lábbal, váltott oldalon, és nem sorolom a teljességét, de mindezt megelőzően ad egy nagyon jó anatómiai alapot, hogy megértsük a gerinc felépítését, nem csak a csigolyákat, az íveit, hanem a szalagok működését, a porckorong elhelyezkedését, tehát egy teljes anatómiát kapunk, utána pedig kapunk egy képet arról, hogy mi lenne a megfelelő helyes testtartás, melyek a gerinc ívei, hogyan kéne azt napközben ülve állva helyesen tartanunk, és hogyha ez nem megfelelő, akkor sajnos létrejöhetnek a sérülések a gerincen, és egy adott állapotban lévő sérülést kezelhetünk speciálisan, de ezekkel a jóga gyakorlatokkal felépíthetjük azt az állapotot, amikor megelőzhetünk sérüléseket. Tehát jó a sportolóknak, jó lehet, egy átmeneti állapotban, amelyet aztán később beépíthetnek a sportgyakorlataik közé is, jó az átlag jógázónak, és valóban a gerincre célzott gyakorlat összeállításokat tartalmaz, lazításokkal, nyújtásokkal, csavarásokkal együtt. Kitér a nyak helyzetére, a háti szakasz helyzetére, a derék helyzetére. És néha nagyon egyszerűnek tűnnek ezek a nyújtózások, például egy állva nyújtózást, hogyha megnézünk egy ilyen rajzon, akkor mondhatnánk azt, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, hát mi ebben a non plus ultra. Nem önmagában ez a non plus ultra, hanem ez egy része a gyakorlatsornak, hiszen lehet, hogy ugyanazok a gyakorlatok szerepelnek 3-4-5 hónap múlva, amit kezdőként elkezdtünk a műtét után, de elhagyhatunk bizonyos gyakorlatokat, hiszen a későbbiekre vonatkozóan egy másik gyakorlatsor került különböző szinteken összeállításra. Hát ugye ez például az egyik salabászana, sáska változat, egy egyszerű sáska változat. De ha valaki gerincfájós, akkor megkérdőjelezi, hogy gyakorolhatom-e én ezt? Egy megfelelő szinten, egy megfelelő állapotban igen. Nyilván nem rögtön a műtét után, hiszen ehhez a szinthez, erre a szintre el kell jutni természetesen. És ezt építi fel ez a könyv. Elfordítsam a fejem, vagy a homlokon támaszkodjak. Ezek mind-mind benne vannak a könyvben, a leírásokban, a gyakorlatoknál. És ugyanakkor ez a könyv egy lehetőséget is ad arra, egyfajta felépítettséget, hogy a klasszikus jóga gyakorlatokat egyszerűbb gyakorlatokkal építsük fel, egyszerűbb gyakorlatokkal vezessük be. Például a salabászanát, ugye először csak az egyik lábat emeljük föl, a sáskát, amit az előbb mutattam a rajzon, aztán a másik lábat. És amikor megerősödtek a háti, illetve a deréki izomzat kötegek, akkor jöhet a páros lábemeléssel, és hogyha nincsen deréktáji fájdalom. Ad egy jó alapot arra, hogy megerősíthessük a gerincizomzatot, lazíthassuk a idézőjelben blokkokat, ezt most nem gyógytornász értelemben, hanem a hétköznapi szóhasználatban értem, amikor azt mondjuk, hogy hát itt nem enged annyira ez a testtájék, hogy ezeket kinyújthassuk, kilazíthassuk, odafigyelve, a test visszajelzéseit figyelembe véve. És instrukciókat ad arra is ez a könyv, hogy valóban jogázzunk, hogy jogikusan végezhessük ezeket a testhelyzeteket. Nem gyorsan, hanem a leírás szerint lassan visszajelzéseket, a test visszajelzéseit figyelembe véve, a jobb oldalt, a bal oldalt egyaránt, megfelelően, egyformán használva. És ha valahol eltérés van, azt kiegyenlíthessük, harmonizálhassuk,
mind a két oldalt megerősíthessük, és összehangoltan dolgozhassék a két oldal, végtagokat is figyelembe véve. Hát én azt mondanám, hogy ez pont az a nagyon jó összeállítás, ami az irodában is használható, hiszen széken ülve is vannak gyakorlatok, idősek is gyakorolhatják. És hát van benne hanyatfekvés, lazítás különböző testhelyzetekben, ami nagyon örömteli és feltöltő. Ez az igazi ánanda, az igazi öröm, az igazi üdv, amikor egy gerincsérves tud hanyat feküdni fájdalom nélkül például. És csak egyet emelek ki, ami ennek a gyakorlat sornak, hátfájás elleni jóga gyakorlatoknak, amelyet Paramahansa Swami Maheshwarananda Visva Guruji állított össze, jótékony hatását adhatja.